Fonovos együttesre a kezdetek óta kötöttök a Fonovos részben, ott jelent meg lemezetek részben, pedig állandó táncházat adtatok az Ökrössel felváltva. Igen, hát ez egy baráti kapcsolatból adódott, hiszen ugye a Fonovos az egy óriási ötlet volt, de hát nyilván kellett hozzá pénz is, akkor minket még ez a pénzoldal egyáltalán nem érdekelt, de jó barátságban voltunk a Fonovos alapítókkal, Lukács Jóskával is. Úgyhogy amikor megkértek minket, hogy muzsikáljunk ott, hát persze, hogy szívesen mentünk, és az évekig el is tartott. 2000-es évek elején ment a mi táncházunk ott, meg nem, korábban is, hiszen ugye 1996-ban készült el a lemezünk a Fonóban. A Tükrösnek az első lemezét a Fonóban rögzítettük. Uh-huh. És hát ez azt jelenti, hogy végül is jó sokáig kötöttünk a Fonóhoz, aztán ugye a Lelkes Andis barátommal, a Bőgősünkkel megalapítottuk a saját kiadónkat, meg később a terjesztőt, és ezért a kiadás így átkerült hozzánk, ez azt hiszem, hogy nyilvánvaló. És akkor valahogy ugye a Fonónak is, tudod, volt egy ilyen gyöngébb időszaka a 2000-es éveknek a legelején, amikor elég nagy gondban voltak, akkor egy kicsit át is szervezték magukat. Tehát az volt az időszak, amikor mi leváltunk róluk. De hát látod, most itt vagyunk, vége van, 2010-et járjuk, és megint megyünk hozzá. Mi mezőségünket fogjuk játszani, ami azért érdekes, mert Budapesten a Gödör klubon kívül, ugye a művészetek palotájabeli bemutató koncerten kívül nem játszottuk. Kása Béla fotóművész képeit vetítjük a háttérben, tehát amikor muzsikálunk egy falut, akkor a faluból készült életképek, zenészekről készült portrék peregnek a háttérben. És két nagyon kiváló táncos, Németh Ildikó és Szabó Szilárd fognak táncolni, egy pár. Úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz a Fonóba eljönni, megnézni minket, vagy ha nem minket, akkor a táncosokat, vagy ha nem a táncosokat, akkor meg a fotókat a hátunk mögött. Mivető az a zenei terjesztő társulás, amit a Kisferivel, az Etnofors Kisferivel, Horváth Laci, valaki most a Fonó igazgatója és az X-produkció kiadónak is a vezetője. Együtt hoztunk létre, és éppen azért egyébként, mert ugye nagyjából, amit az előbb mondtam, hogy a Fonónak voltak problémái, akkor egyszer csak egy űr támadt abban, hogy hogyan jutnak el ezek a lemezek a közönséghez, és akkor léptünk be a hangvetővel. Tehát mi ezzel foglalkoztunk, a Fonó pedig ezt leépítette, tehát most annyi a helyzet, hogy ez egy jó szimbiózis, hiszen mi terjesztjük a lemezeket és a Fonó lemezeit is. A zenészként elég ritkán fordulok meg a házban, hiszen a zenekarunk ugye a mai napig is aktív, de annyira azért nem foglalkoztatott zenekar, hogy éjjel-nappal muzsikálnánk itt-ott szerteszét az országban vagy a városban. Most már ugye abban az életkorban vagyunk, hogy mindenkinek ki kellett alakítania úgy az életét, hogy ne függjön ettől a zenéléstől, mert akkor az valószínűleg óriási nyűk lenne mindenki számára, hogyha minden nap ebből kéne behozzuk a betevőre valót, tehát ez nem megy. Mindenkinek megvan a maga fontos polgárinak nevezett foglalkozása. Árendás Peti az újonnan alakult népzenetanszak egyik tanára és docens a Zeneakadémián. Koncz Gergő, a felvidéki Ifjú Szívek Táncegyüttesnek a zenei vezetője évek óta. A Lelkes Andisról már volt szó, a Bőgősünk együtt csináljuk a Folk Európa kiadót és a hangvető zenei terjesztőt. Halmos Attila pedig tanár, tehát hegedű tanít évek óta. Látogatóként valószínűleg járnék, hogyha ez az évfordulós sorozat például jól sikerül, és a Fonó újra beindul. Hiszen emlékszel te is rá, hogy azért amikor a Laci volt, a Horváth Laci volt az igazgató, azért nagyon, nagyon jó, komoly egy-két év volt minden látogató számára, és akkor jó volt megint nagyon dolgozni ott a Fonóban. A Török Feri is ott volt már, Horváth Laci, tehát én azt nagyon szerettem, azt a korszakot. Ugye akkor jött be a Besodrom, akkor jött be a Bobán Markovics, akkor lehetett ott a Lajkót látni, tehát az egy komoly időszak.